Az új Red Bull Pilvakár dalnak a címe Személyiségkutató. Arról szól, hogy a négy alapvető embertípus próbáljuk megeleveníteni. Annyiban tér el az eddigiektől, hogy nem forradalmi verset írtunk át hip-hop dallá, hanem egy saját témát ragadtunk meg, és teljesen új köntösbe mutattuk be a számot. Ami neked komedi, nekem tragédia, felhúz, hogy húzza le tudatomat a média. Az volt az alapvető koncepció, hogy egy olyan dalt kellene csinálni, ami nem a tipikus hip-hopos szájszinkronos, legalábbis nem olyan módon, hogy mi állunk a kamerák keresztüzébe, belenézünk és akkor úgy rappelünk, hanem minket fognak majd megszemélyesíteni, és mi kvázi csak ilyen magyar hangként funkcionálunk. Úgy akartuk megoldani, mintha egy tehetségkutató lenne, csak személyiségeket kerestünk, és mi voltunk benne a zsűri. Benne van Kautsky Armand, Csúlya Imre, Szabó Győző és Kis Ádám is. Arra gondoltuk, hogy egyben fricska és gondolatébresztő is a mai magyar valóságban, és a négy alapvető emberi személyiséget próbáltunk testbe, illetve rímekbe ölteni. Alázat legyen, csak meg csend, fanatik flagma, ez sem fel, borzasztóikus a kis... Rám a területos személyiségtípus jutott, én alapból le is csaptam erre, mert ez az, amihez a legjobban tudok azonosulni. Utána néztem, olvasgattam, hogy milyen ez a személyiségtípus, és nagyon magamra ismertem. Olvastam róla egy csomót, így több ilyen összefoglalást, és próbáltam úgy megírni, hogy benne legyenek olyan élethelyzetek, amiből nagyon kiderül, hogy ilyen az ember. Hogy lenne meló, de besöpri a szőnyeg alá, és inkább bulizik. Szóval ilyen élethelyzeteken keresztül akartam bemutatni ezt a karaktert. Nekem jutott a lehetőség, hogy megfoganatosítsam az ingerlékeny személyiségnek a megtestesítője, és páromul kaptam Szabó Győzőt. Én direkt egy olyan személyiségtípust választottam, ami igazából rám nem jellemző, mert én inkább egy ilyen kis visszafogottabb, visszahúzódóbb, kevésbé sem ingerlékeny típus vagyok, hanem inkább egy ilyen chilled out, sit back, relax típus. Bárhogy is félsz, nem mondd, hogy az alagút végén nincsen. Nem egyedül írtam a refrén szövegét, hanem írt bele a Wolf, írt bele a Bomb, írtam bele én, és így összerakódott a megoldás, és pont ezért lett egy olyan refrén, úgy gondolom, ami összefoglalja az egész dalt. Képpen én a klipben egy olyan embert személyesítek meg, aki nagyon akar szerepelni. Fogja valaki a mikrofon, pont itt a háttérbe, és én kikapom a kezéből, és azért is háttal vagyok a zsűrinek, mert én mindenképpen a kamerába akarom elmondani azt, amit megírtunk. Köszönöm, hogy a közhelyeket ismétlem.